Megemlékeztek szerencsén a Magyar Kultúra Napjáról január 23-án a Rákóczi Váródvarán. A megemlékezésen beszédet mondott Mezei Marianna, aki kiemelte, hogy 200 éve annak, hogy Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén letisztázta és dátummal látta el a himnuszt. 200 éve annak is, hogy január 1-én megszületett Petőfi Sándor, a szabadság és a szerelem lánglelkű költője, és szintén 1823-ban, e hónap 20. napján látta meg a napvilágot Madách Imre, kinek drámai költeményének, az ember tragédiájának az utolsó mondata, az Úr üzenete. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzel. A bicentenárium évében, a Magyar Kultúra Napján róluk sem feledkezünk meg, hangsúlyozta Mezei Marianna, ünnepi gondolatait folytatva kiemelte, hogy szerte az országban és a határon túl lakta magyar településeken ezekben a napokban százak, ezrek ajkán szól a nemzeti imádság. A 200 éves évforduló alkalmából most nem, vagy nem csak énekelve az első verszak, hanem szavalva mind a 8 verszaka. Mezei Marianna hangsúlyozta, hogy Kölcsey költeményét a nép tette nemzeti himnusszá. Nincs róla törvény, írásos dokumentum, hogy vált hivatalos himnusszá. A Magyar Köztársaság alkotmányában csak 1989-ben került hivatalosan azzal együtt, hogy január 22-e a Magyar Kultúra Napja legyen. Erkel Ferenc 1844-ben írt zenét Kölcsey szövegére. Az első szabadtéri előadás ugyanez év nyarán történt. Széchenyi nevet viselő gőzhajó avatásán. Itt még egy gyorsabb tempójú zene hangzott el, a dallamait a trianoni békediktátum után változtatták meg. A lassabb tempó tragikusabbá tette a himnuszt, ezzel is kifejezve azt, hogy a mérhetetlen fájdalmat, amit a megcsonkított ország, a szétszakított nemzet jelentett 1920 után. A himnusz nem egyszerű ima, hanem Jeremiád, azaz bűnbánó vagy közbenjáró imádság, emelte ki Mezei Marianna. Ezt követően a jelenlévők együtt szavalták el Kölcsey Ferenc versét, a himnuszt. Isten áldja